A 150 férőhelyes fővárosi Honvéd Menház története elevenedik meg a Kossuth Lajos Elfogyott Regimentje című tárlaton itt a Tornyai János Múzeum két földszinti termében. Korabeli fotók, újságcikkek és dokumentumok azt mutatják meg, hogy a nemzet miként hálálta meg a 48-as veteránok kiállását a hazáért. A Hadtörténeti Intézet által életre hívott vándorkiállítás helyi vonatkozásokkal is kiegészül. Közadakozásból épült meg 1872-ben a Honvéd Menház, és rá egy évre már be is költözött első lakója. Azokat a 48-as honvédeket szállásolták el benne, akiknek anyagi helyzetük és egészségi állapotuk nem tette lehetővé önmaguk ellátását. A nemzet ezzel hálálta meg a katonáknak, hogy a magyar szabadságért életüket kockáztatták. A menház 150 éves alapítására 2022-re készült el ez a vándorkiállítás, amely most Hódmezővásárhelyre is megérkezett. A menháznak a története az sok kutatót érdekelt, többek között Farkas Katalin is foglalkozott vele, de úgy összességében mindig egy ilyen fehér foltja maradt a 48-as emlékezet történetnek, és engem az motivált, hogy még annál a Szegedi Tudományi Egyetemen Pejak István tanár úr a honvéd egyletek irányába terelt, és nekem ez a kutatási területem, és ezzel kapcsolatban találkoztam a Honvéd Menház történetével. Vidácsi János, az egykori márciusi ifjú alapította a Honvéd Menházat, és ő volt az első parancsnoka is egyébként, és az apropója az volt a Honvéd Menházba való beleszerelmesedésnek, hogy megtaláltuk azt, hogy Fetter Antal másodosztályú katonai kitüntetését az alapkőbe rejtették el, és elindultunk kincsvadászni Gönczi Ambrus kollégával, aki egyébként társkurátora ennek a kiállításnak, és a harmadik kurátor pedig Szolecki Emese, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum kéziratos emlékanyag gyűjteményének a vezetője. Így hárman álmodtuk meg a kiállítást, és gyakorlatilag a kincsvadászatnak a vége az lett, hogy feltérképeztük az alapkőnek a helyét, megtaláltuk azt, hogy hol lehetett annó az alapkő, és sajnálatos módon két nagyon ronda gyárépület van jelenleg az alapkő helyén, úgyhogy a kincseket nem sikerült meglelni, viszont a kiállítás az megszületett. Hát minden rosszban van valami jó, elkezdtünk beszélgetni a kollégákkal, és hát a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjteménynek is fontos volt az, hogy megszülessen ez az időszaki kiállítás. 2022. október 14-én majd 300 műtárgyal nyitottuk meg ezt a kiállítást, ami abszolút hiánypótló a maga szempontjából, hiszen olyan történetet mesél el a 48-as egykori veteránokról, Kossuth Lajos regimentjéről, amelyet azért kevesen tudnak, és hát azért rengeteg történetbe bele lehet itt menni. Ha már a Hadtörténeti Intézet és Múzeum, akkor intézménytörténeti vonatkozása is van, hisz Akházi Kamilla Múzeum alapítója például az utolsó honvéd seregszemlét megszervezte 1920-ban, amely egyébként egybeesett azzal, hogy akkor fogadták el a trianoni békediktátumnak és a feltételeit, tehát eléggé fontos rendezvénynek számított a maga idejében, és több tízezeres tömeget mozgatott meg, de ugyanígy ki lehetne emelni például Kossuth Lajos temetését, vagy Görgei Artúr temetését, ahol a honvédek díszsorfalat állnak Görgeinek, akkor lehetne mesélni az utolsó 48-as honvédekről is. Lebó István története magáért beszél, hiszen a Hadtörténeti Intézet és Múzeum kezdeményezésére újították föl a Kerepesi úti temetőben lévő Lebó sírt. Lebót, mint az utolsó 48-as honvédet temették el, és hát jó volt a PR-ja, nem ő volt az utolsó 48-as honvéd, viszont az államnak rendkívül kellemetlen volt, hogy eltemettük az utolsó 48-as honvédet, és még kerülnek elő más 48-as honvédek is. Összesen 25 ilyen honvéd került elő, ennek egy része Andersen-i magasságokban játszik, tehát álhonvédek, utolsó honvédek vannak, akikről a források miatt nem tudjuk megállapítani, hogy honvédek voltak-e vagy sem, és heten biztos, hogy túlélték Lebó Istvánt, az utolsó 48-as, hivatalosan elismert utolsó 48-as honvédet is. Rácz Róbert is itt tájékozódott a témáról. Rezs Zoltánt, a kiállítás anyagának összeállítóját személyesen van szerencsém ismerni. A kutatási témája az felületesen ismert volt számomra, de részletekben nem. Úgyhogy itt tudtam megnézni azt, hogy milyen rendkívül jó fotóanyagot tudott például összegyűjteni.
amik rendkívül színvonalasak, ugye ezért is érdemes megtekinteni. Hát a korban nagyon kevés fotóanyag maradt fent, és tulajdonképpen abban egy egész szép gyűjtemény van itt, illetve van vásárhelyi vonatkozása is a kiállításnak, úgyhogy ez mindenképpen örvendetes. A kutatások kiderítették, hogy vásárhelyi lakója is volt a Mennháznak. Schweiger Móról 1902-ben készítette Pón József ezt a felvételt. Ugye ez a kolozsvári Ereki Múzeum számára megörökített honvíz sorozatnak az egyik felvétele tulajdonképpen. Ugye itt, amit lehet látni, hogy 1896-ra, a millennium évére ilyen díszes felsőt készítettek maguknak a jobb módú vásárhelyi honvédek, ugye ezt viseli Schweiger Móra ezen a felvételen, illetve van rajta egy valószínűleg a honvéd emlékérem, és egy kard, ami hát honvédek annak idején 1896-ban kérvényezték a városi rendőrséget, hogy hát biztosítson számukra kardot, hogy hát méltóság teljesebb megjelenést kölcsönözze nekik a felvonáshoz, és ez egy az rendőrség által adományozott kard az oldalán. A Kossuth Lajos Elfogyott Regimentje című vándorkiállítás március 10-ig látogatható a Tornyai János Múzeumban.